Sziasztok! Itt vagyok egy újabb hétvégi vloggal. Most éppen péntek délután van, úgyhogy Tamival eljöttünk egy Chinatown nevű helyre, ami tulajdonképpen az itteni kínai negyed, és rengeteg hihetetlenül olcsó szuvenírt lehet kapni, plusz számtalan olyan kis bolt van, ami tele van kínai dolgokkal, meg kínai ételekkel, kínai szuvenírekkel, úgyhogy ha bár ez nem Kína, de amit csak tudok, azt nektek is igyekszem megmutatni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok erre a hétvégémre, akkor tartsatok velem! Thank you.
képzeljétek, eljöttünk a Dolores Parkba Tamival, és itt valami hatalmas parádé van, nem tudjuk, hogy ez micsoda, valami feltörekvő artisták csoportja lehet, de itt mindenki valami cirkuszos dolgot csinál, rengetegen vannak, zenét hallgatnak, még egy nagy lufi kaput is hoztak, és mindenki valami artista dolgot művel. Nagyon vicces, ezt Magyarországon el sem tudnám képzelni. Na már szombat reggel van, körülbelül olyan 9 óra körül, és először is a napom első programja az lesz, hogy foci meccsre megyek, mert az egyik fogadó gyerekemnek ma van foci meccse reggel, úgyhogy először oda fogunk menni, az apuka, a két gyerek meg én, utána pedig találkozom Tamival, mert ez Tami utolsó hétvégéje itt San Franciscóban sajnos, úgyhogy most ő el fog költözni, aminek nagyon nem örülök, de hát ez van. Úgyhogy most kihasználjuk meg az utolsó hétvégénket, és van egy csomó tervünk mára, nem tudom mennyi fog megvalósulni. Először is most elmegyünk egy nagyon amerikai étterembe, utána pedig a Pier 39, tehát ilyen Pier 39 nevű kikötő bemegyünk, ami egy igencsak nagy turista látványosság itt. És egyébként olyan szinten meleg van, képzeljétek el, hogy körülbelül nem viccelek 25 fok környéke lehet. Rendesen megsülök ebben a vékony farmer jackiben és újatlanban. Úgyhogy irdatlan jó idő van ma, és nagyon örülök, hogy Tami utolsó hétvégéjét pont ilyen klassz időben tölthetjük. Úgyhogy tartsatok velünk ma is. Nem tudom megígérni, hogy pontosan mik lesznek a programok, de majd valahogy alakul. Na vége van a foci meccsnek, sajnos vesztettek, úgyhogy nem örültünk annyira, de nagyon jó meccs volt attól még. Úgyhogy most pedig találkoztam Tamival, és bejöttünk az itteni egyik kedvenc, nagyon amerikai reggelizős, ebédelős étterembe, aminek az a neve, hogy IHOP, és mindjárt meg is mutatom nektek az étlapot, mert konkrétan olyan típusú étlap, amiről szerintem a világon minden létező ember az összes ételt fel akarná falni, úgyhogy mi is nagyon küzdöttünk, hogy mit válasszunk. Na szóval, itt lehet kapni szendvicseket, burgereket, mindenféle reggeli ebédet, 55 pluszos ebédet, ami nem tudom mit jelent, gondolom 55 plusz fölött lehet csak rendelni, illetve vannak még itt előételek, saláták, gyerekeknek menő, meg mindenféle innivaló, illetve mindig minden szezon szerint van éppen aktuális palacsinta, mert itt nagyon-nagyon híres a palacsinta. Van például Pumpkin Spice, van ilyen Winter Wonderland, meg ilyen Cranberry Vanilla, és akkor ezt lehet ilyen kombóban választani. Van például ilyen milkshake, meg itt nagyon furcsa, tényleg együtt teszik a tojást a palacsintával, meg a baconnel. Ez elég furcsa párosítás. Illetve igen, itt vannak a palacsinták, meg a sima palacsinta, ugye a crepes. Illetve itt is mindenfélét lehet mindennel kombinálni. Omlettek, burritók, french toast, waffle, mindenféle side-ok, úgyhogy rengeteg féle finomság. Na, körülbelül 5 perc alatt ki is hozták, amit rendeltünk, úgyhogy még nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt mind képesek leszünk megenni. A múltkor sajnos alul maradtunk a küzdelemben,
de megteszünk mindent tőlünk tehetőt. Thank you. Thank you so much. Hát nem gondoltuk volna, hogy sikert aratunk, de hivatalosan jelentem, hogy az összes ételt megettük. Nem, teljes. Még az hátra van, de én már rendesen már berejtékeztem, már szememben mindenféle csillagokat láttam, nem bírtam megenni, azt hittem nem bírom. Múltkor borzasztóan elvéreztünk, de most sikerült. Megint. Na most végeztünk az étteremben, nem mondom, hogy kellemesen érezzük magunkat, mivel tulajdonképpen úgy érezzük, hogy mint egy hatónapos társak lennénk, annyira túlettük magunkat, de ez amióta itt vagyok sajnos nagyon gyakran jellemző. És most eljöttünk erre a Pier 39 nevű helyre, amit eddig már említettem, hogy nagyon-nagyon jó hely. Úgyhogy már voltam itt, úgyhogy megpróbálom nektek kifejezetten a legjobb, meg legizgalmasabb részeit megmutatni, de ez tulajdonképpen egy kikötő, ami egy hatalmas turista látványossággá nőtte ki magát. Itteni kedvenc boltomba. El tudjátok hinni, hogy ezek mind fürdőbombák, meg fürdősók, meg szappanok? Elképesztő, nézni. Például nézzétek meg ezeket a virágokat, az összes csokor, virág, mindegyik szappan.
nézzétek csak, az a sziget ott, az az Alcatraz, az pedig a híres börtön. Biztos már sokan hallottatok róla. Én még nem voltam ott, de nagyon sokan mondják, hogy meg lehet nézni ilyen túra. Túraként, tehát hogy befizetsz egy ilyen kis túra, és akkor bevisznek. Az pedig ott szerintem a Golden Gate. De nem vennék ám jelget, mert itt van egy Bay Bridge nevű híd is, ami nagyon hasonlóan néz ki. Nem tudom, látszik egy a kamerán keresztül, de ők itt mind fókák, akik ilyenkor itt szoktak pihenni, napoznak. Ilyen tündériek. Na most már vasárnap délután van, körülbelül 3 óra, most sikerült Tamival összekészülnünk és elindulnunk, mert tegnap nálam aludt, úgyhogy most megyünk, eszünk valamit, és utána igazából egy szép helyre tervezünk elmenni, meg egy nagyon izgalmas görkoris diszkószerűségbe, úgyhogy ott is majd mindenképp fogok videózni. A tegnapi esti programunkat pedig azért nem videóztam, mert igazából csak annyi volt, hogy átmentünk az egyik magyar barátunkhoz, és ott társasoztunk, meg iszogattunk, meg elvoltunk, úgyhogy ott nem igazán volt mit felvennem, de majd esetleg a mai napból többet tudok nektek megmutatni. A tekintve, hogy tegnap délután azóta hatalmas evés óta egy falatot nem bírtunk enni, ezért most már így 24 óra elteltével úgy gondoltuk, hogy valamit enni kéne, úgyhogy hát, mit ad Isten, megint sült krumplit teszünk. Véletlen. Kis szénhidrátot. Azt akartam egyébként mutatni nektek, hogy itt úgy működik, ha valaki megnyomta, de mindegy. Ha ezt meghúzom, akkor azzal tulajdonképpen megnyomtam a leszállási jelzőt, és ez az egész buszon végig megy. Úgyhogy ha le szeretnék szállni, és le szeretném, akkor nem kell gombot megnyomni, csak ezt meg kell húzni. Meg miközben itt sétálunk lefele, nézzétek csak mi van itt, ezt már tegnap is mutattam. Ugye az Alcatraz-sziget, meg a börtön. És sokan írtátok, hogy gondolkodtok, hogy itt tényleg olyan meredekek-e az utcák, mint ahogy állítják, mert nem úgy látjátok a videóimban, de mint ahogy most is láthatjátok, igencsak meredek utcán sétálunk le, és ott lesz még egy meredekebb, úgyhogy vannak olyan városrészek, ahol tényleg folyamatosan fölle mennek az utcák, és nincs szinte egy egyenes utca sem. Képzeljétek el, hogy most eljöttünk egy régi templomba, ami már nem templom, hanem egy görkoris csarnok, egy görkoris diszkó. Ide jöttünk most el, és most várjuk, hogy beengedjenek. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni belülről, mert az összes jegy elkelt, úgyhogy reméljük, hogy ennél egy kicsit többen lesznek. Igen, csak belejött, úgyhogy igyekszünk, de elképesztő jó hely.
most itt vasárnap este nem annyira bulik, de egyébként péntek szombat este itt rendesen bulik mennek, tehát nem csak szimplán itt van Tami. Vége a korizásnak, és már megyünk hazafele. Itt már körülbelül este 80, úgyhogy már semmi izgalmasat nem fogok tudni ma megörökíteni. Úgyhogy ennyi lett volna most ez a kis hétvégi vlog. Remélem, hogy nagyon tetszett nektek, és amennyiben igen, akkor kérlek, lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!